Ma reggel délelőtt találkoztam egy emberrel, amikor raktuk fel az ászlókat, és a következő érdekeseket mondta. Azt mondta, hogy ő nem ért semmit, szóval nem tudja hova tenni. Azt kérdeztem tőle, hogy mi az, amit ért belőle. És azt mondta, hogy próbálta behatárolni ezeket a darabokat, hogy ezek körülbelül hol lehetnek. Tehát se nem politika, se nem üzlet, akkor micsoda? Hát ez az, mondtam, ami ezeken kívül van. És akkor, és mi az? Mondta ő. Mondtam, hogy a művészet. Az őszi fesztivál felkérésére készült. Én egy a baráti társaságomból, illetve hát a címlistámról kiválasztottam 100 embert, akiknek meghívót küldtem, vagy felkérést küldtem, és ebből 41 művész jelentkezett 18 országból. A kiírásban az szerepelt, hogy most 30 éves a Fluxus, és erről szeretnénk Budapesten megemlékezni, mégpedig nem akárhol, hanem budapesti Broadway-en, ahogy nevezik a fővárosban ezt a térséget. Mit mondjak róla röviden, hogy érthető legyen? A Joseph Beuys nevű nyugat-német művész, aki már meghalt, azt mondta róla, hogy az alapelvének azt tartotta, hogy mindenki művész és minden művészet. Van egy másik ilyen alapmondat is, ami az élet és a művészet azonosságát hirdeti. Tehát ez a két mondat, vagy két, minek nevezzem, jelszó, tulajdonképpen jelzi, hogy ez micsoda. Ki csatlakozhat, ki érezheti magát fluxistának? Bárki. Bárki, aki így tud gondolkozni. Aki szabad ember. Tehát ebben a szférában az a játékszabály, hogy mindenki, aki részt vesz, az a saját döntéséből vesz részt, és saját döntése által zsűrizi magát. A megnyitón felolvasom Ken Friedmannak egy szövegét, aki a Fluxus művészet egyik szellemi építője volt, küldött, most Norvégiában van, küldött egy szöveget, amit a zen szövegekből emelt ki, ami a zászlókra vonatkozik. Ezt fogom felolvasni. Illetve megkért arra, hogy készítsem el az ő zászlóját, ami nem más, mint egy zászlótartónak az árnyéka, amire egy zászló van rajzolva. Na most, amit aztán én hozzá kitaláltam, mert ő nem mondta meg, hogy mivel rajzoljam meg, én azt találtam ki, hogy vízzel rajzolom meg, a száraz talajra ugye vízzel lehet rajzolni, és az eltűnik. Ugyanis a szövegben arról van szó, hogy tehát van a zászló, van a szél, ami mozgatja a zászlót, és van a szellem, mondja a harmadik, de ezt majd pontosítjuk, és hogy a szellem az, ami nem megfogható. Tehát a zászló az egy matéria, amiben realizálódik valamilyen gondolat. A szél az is egy materiálisan létező valami, ami mozgatja ezt a matériát, de az, ami miatt az egész dolog van, az a szellem. Ha most ebből nem egészen értették, mi is ez a fluxista mozgalom, javaslom, hogy menjenek el erre a kiállításra. Talán akkor még világosabb, még érthetőbb lesz.